Lezajlott az év utolsó gasztrokulturális fesztiválja 2016-ban. Ennek kapcsán stúdiónk vendége volt Máté Lajos főszervező, aki egy rövid értékelést adott a fesztiválról. Köszöntöm stúdiónkban Máté Lajost, a Szoboszlói Gasztrokulturális Fesztiválok szervezőjét. Túl vagyunk a Liba lakomán. Ugye elég jeles évfordulóhoz érkeztünk. Mi volt ez az évforduló, és egyáltalán a fesztivál az milyen volt? Ugye a 2016-os év az a Szent Márton éve volt. Az idén ünnepeltük Szent Márton születésének 1700. évfordulóját, és hát lehet azt mondani, hogy ettől méltóbb lezárása a fesztivál szezonnak Hajdúszoboszlón nem is lehetett volna, mint Szent Márton évében Márton napi Liba lakomával zárni az évet. Ön hogyan látta, sok vendéggel beszélgettünk, ezen a fesztiválon is nagyon sok helyről érkeztek. Igen, hát ugye évek alatt rengeteg energiát fektettünk ezekbe a rendezvényekbe, mostanra beértek ezek a rendezvények, nagyon jók a témák. A Liba témája, a gasztronómiai témája különösen pozitív, hisz nagyon kevésszer találkozunk az asztalon vele. És hát látszik az, hogy a vendégek, akik rendszeresen járnak Hajdúszoboszlóra, ma már számítanak ezekre a rendezvényekre, és tudatosan ezek köré rendezik, szervezik az ideérkezésüket. Ugye szót ejthetünk arról is, hogy véget ért ezzel a fesztivállal a fesztivál sorozat ebben az évben. Összességében milyen volt, esetleg a statisztikák mit mutatnak, mi volt a leglátogatottabb fesztivál? Azt már évekkel ezelőtt is megfigyeltük, hogy amikor rendezvény van a városban, akkor a szálláshelyeken a vendégek száma megemelkedik. Vannak természetesen szállodák, akik tartósan jó kihasználtsággal bírnak, mégis a legtöbb szálláshelyen sem a rendezvényt megelőző, sem az azt követő hétvégén nincsenek annyian, mint rendezvény idején. Ez számomra azt üzeni, hogy ezeknek a rendezvényeknek igenis van ide vonzó hatása, és hát természetesen azok a vendégek, akik mondjuk nem alapvetően emiatt jönnek, hanem egy gyógykúrát vesznek fel, hát azoknak is az itt tartózkodását nagyon tartalmassá tudja tenni, és én azt gondolom, hogy az, hogy Szoboszlónak a híre, turisztikai szerepe, és ugye most már talán ki lehet jelenteni, hogy az idén is Hajdúszoboszló lett az év turisztikai települése, hogy tartósan ezeket a címeket meg tudjuk szerezni, szerintem ezeknek a rendezvényeknek ebben nagy szerepük van. Tudnak-e esetleg konzekvenciákat levonni, tanulságokat, hogy mivel lehetne esetleg még színesebbé, vagy még jobbá tenni esetleg jövő évre ezeket a találkozókat? Igen, hát ugye évek alatt alakult ki ez a fesztivál stílus, vagy ez a jelleg, ami ezeket a rendezvényeket jellemzi, ezektől lényegesen eltérni a jövőben sem fogunk tudni, nem is ildomos. Mindig vannak azonban új ötletek, mindig vannak új fellépők, olyanok, akiket még nem tudtunk megszerezni, és hát itt azért fontos elmondani azt, hogy én tudatosan törekszem arra, hogy azokat a magyar kultúra nagy öregjeit, vagy a könnyűzene nagy öregjeit azért meghívjam ide Szoboszlóra még életükben, mert hát azért csodák nincsenek, és hát láthattuk, hogy ezek az előadók már 70-es éveik közelében, vagy azon is túl járnak, és én azt gondolom, hogy fontos, hogy Hajdúszoboszló közönsége és az ideérkező vendégek még találkozhassanak velük. Mutatják a részvételek is, hogy nagy igény van ezekre a fesztiválokra. Jövőre mi lesz az első fesztivál, esetleg lehet-e már valamit tudni róla? Megvannak a jövő évi rendezvényeknek az időpontjai. Az első az a márciusi második hétvégén, tehát azt hiszem 10-12-e között fog kezdődni. Ez a szoboszlói toros napok. Ugye ez itt már nem a február, de hát februárt nem merjük bevállalni, sosem az időjárás miatt. Most is az igazolódott be, hogy Debrecenben is volt egy hasonló rendezvény a Mártonnapi Liba lakomban, és ott nem emeltek sátrat, és sajnos a szombati időjárás el is lehetetlenítette azt a rendezvényt. Nyilván mi is megéreztük ezt, de ott, ahol odafigyelnek az érkező vendégekre és fedett fogyasztási
lehetőséget kínálnak, az még rossz idő esetén is túléli a próbát. Hát reméljük, akkor a jövő évi első fesztiválon nem lesz ilyen gond. Köszönjük szépen! Nagyon bízom én is benne, és hát engedjék meg, hogy megragadjam az alkalmat a közelgő ünnepre való tekintettel, hogy minden kedves nézőnek boldog és meghitt karácsonyt kívánjak családi körben, és a közelgő új esztendőre pedig nagyon jó egészséget mindenkinek. Köszönjük szépen! Köszönöm én is!